A jégesők elleni védekezés Európában egyedüliként Magyarországon zajlik országos szinten. 986 úgynevezett generátor működik idehaza, amik ezüst jodidot juttatnak a felhőkbe, a vegyszer pedig apró darabokra szakítja a jégcseppeket. A rendszert a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara építette ki és üzemelteti, a működésének finanszírozása az Agrárminisztérium segítségével a kárenyhítési alapból történik. Tolna megyében 37 talajgenerátor üzemel, ezeknek a hatékonyságáról adott tájékoztatást az idei évre visszatekintve Botos Ferenc, a NAK Tolna megyei szervezetének igazgatója. 39 ezer hektár jelentettek be ebbe az évbe jégkert, az azt megelőző időszak pedig átlagosan 79 ezer hektár volt, ahova bejelentettek jégkert. Ez a csökkenés a 32%-ra történő 8%, ez nagyjából ugye egy negyedére csökkent vissza, úgyhogy megvan a létjogosultsága és megvan a hatékonysága ennek a rendszernek. Tolna megyében a jégkár aránya az összes bejelentett káron belül idén csupán 1,93% volt, mondta el Botos Ferenc. A jégkár mérséklő rendszer hatékonysága nem csak a mezőgazdaságra van hatással, az élet számos területén beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az ipari létesítményeket is megvédi valamilyen szinten, az ingóságokat, az ingatlanokat is valamilyen mértékben csökkenti. Ez, hogyha itt most kárhányatban néznénk, akkor éves szinten, vagy kárösszeben néznénk, mióta ezt a rendszert mi üzemeltetjük, azóta mondhatjuk azt is, hogy a biztosítottnak nagyjából olyan több 10 milliárd forintos kárfizetést csökkentettük le ezzel a rendszer működtetésével. Idén a védekezési időszak április 15-től szeptember 30-áig tartott, Tolna megyében 40 napon kellett bekapcsolni a generátorokat.